Talán még emlékeztek rá, tavasszal Ausztriába egy faipari üzembe jártunk, és megnéztük, hogy milyen hatalmas fagerendákat gyártanak. Most pedig egy osztrák épületben élőben meg tudjuk nézni, hogy ténylegesen hogyan néznek ki ezek a fagerendák beépítve. Itt az üvegportál mögött lehet látni, egy fenyő gerendát, és úgy döntöttem, hogy visszamegyek, és megmutatom nektek egy kicsit közelebbről is, hogy ez hogy néz ki. Döbbenetes keresztmetszetű, másfél-két méter magas gerenda szelvényről beszélünk, és amit itt láttok fönn, az bizony mind fenyőből készült fenyő gerenda. Természetesen a mennyezeten azért OSB van, tehát azt nem fenyő deszkával burkolták be, de gyakorlatilag beton pillérekre egy fa gerenda váz rendszer raktak fel itt ebben az épületben, és hatalmas nagy távolságokat hidaltak. át. egyébként hasonlóképpen néz ez ki Magyarországon is, annyi különbséggel, hogy nálunk mindez betonból készül, és jellemzően le van fújva fehérre, vagy éppen feketére, ne legyen olyan nagyon látványos, de szerencsére itt a fának meghagyták a természetes színét, és így egy nagyon barátságos, és ugyanakkor nagyon hatékony és gazdaságos tartó szerkezet jött létre. Miért jó ez. Ugyan a fákat kivágják, de nyilván erre termesztik őket, adott esetben erdőgazdaságban. Kifejezetten ez a cél, hogy fát állítsanak elő, és így egy csomó drága és környezetbarát, illetve pontosabban nem környezetbarát, hanem környezetszennyező lépés kimarad, amikor ugye betont, cementet, betonacélt állítanak elő, és tulajdonképpen itt mutatom, hogy ott az egyik betonoszlop, azon rajta van egy tartógerenda, és gyakorlatilag 10x10-es raszterben helyezték el, ezeket a, az oszlopokat, és azonban rajta a tartó. Itt azt próbálom mutatni, hogy egy árnyékolás is van értelemszerűen az üveg felületen. Igaz, hogy belülről, de legalább árnyékolták. És kb. 10 10 x 10 méteres rasterba helyezték el ezeket a pilléreket, óriási fesztávokat hidalnak át így, ahhoz képest, hogy egy sima fagerendával milyen korlátozottak a lehetőségek. Ez egy réteg ragasztott tartó, ki van egymáshoz merevítve. Hát remélem hasznos volt, Rezsnyák Péter, a szaki ellenőr vagyok, és igyekszek nektek érdekes tartalmakat mutatni itt a csatornán, és ez éppen Szlovéniában került szemem elé, és úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek. És nyilván vérzik az ember szíve minden egyes kivágott fáj, de hogyha arra gondolunk, hogy hatalmas fesztávolságokat gazdaságosan és talán környezetbarátabb módon lehet áthidalni, akkor azt gondolom, hogy érdemes ebben gondolkozni, hiszen egy csomó uh, szennyező lépés az tulajdonképpen kimarad. Helyben megtermelik a fát, Ványosan. és abból. El is készítik ezeket a tartókat. Úgyhogy a fában nagyon komoly lehetőségek rejlenek, nyilván ezek már mérnöki szerkezetek, komoly számításokat követően lehet ezeket a szerkezeteket összerakni, és nyilván tudni kell azt is, hogy ezeket hogyan méretezik, például a tűzterhelésre, mert hogy azt is megteszik. Sziasztok, építkezzetek jól, és Isten áld a tisztes ipart! Itt az eresz burkolat is egyébként fából készült.